Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A civilizáció egy társadalom fejlettségi szintje. A gerincét alkothatja a vallás, az életvitel vagy akár a technológia. De adott civilizáció meghatározásának a legegyszerűbb módja az, ha megfigyeled, hogy mi az, amit elítél. Az új világ felfedezésének volt néhány igencsak maradandó következménye. Ezek közül az egyik, hogy az úgynevezett kalózokat, törvényen kívülieket, minden nemzet, minden civilizáció egyetemesen és egyhangúan az egész emberiség ellenségének nyilvánította. A felvilágosodás, avagy az értelem korának küszöbén az volt a módi, hogy a nemzetek az egész világot felosztották két részre. Mindenek előtt létrehoztak amolyan sötét figurákat, akiktől félni kell, akik számodra károsak, veszélyesek, ebből adódóan civilizálatlanok. A sötét figurák létrehozásával párhuzamosan egy embert, egy rendszert, egy társaságot vagy akár hatóságot kineveztek fénynek. Amennyiben te nem szeretnél ezektől a sötét figuráktól rettegni, semmi más dolgod nincs, mint hogy vakon követed a fényt. Teljes mértékben igazságosnak, becsületesnek és törvényesnek számított az, hogy például a spanyol konkvisztádorok kiirtanak egy egész falut, ugyanis az a falu rossz helyre épült. A falu kiirtását követően megszerezték az ottani kincseket, amiket azon nyomban hajókra pakoltak, és az Atlanti óceánon keresztül elindították haza. Amennyiben ezt a kincseket szállító hajót teljesen véletlenül megtámadták és kifosztották, a tetteseket azon nyomban felelősségre kellett vonni. Edward Teach, ismertebb nevén Fekete Szakáll életét nem egyszerű dokumentálni. Az a probléma, hogy a vele kapcsolatban fellelhető információk legalább 60%-a csak legenda. Ami bizonyos, hogy 1680 környékén Bristolban született. A gyerekkoráról technikailag semmit nem tudunk, viszont ami fontos, hogy amennyiben volt benned egy kis potenciál, az egész világ legkiválóbb haditengerészetével rendelkező nemzeténél a pályaválasztás nem volt túlságosan nehéz. Egy ideig Jamaikán működött privatérként a francia háború vége felé, s jól lehet gyakran kitűnt rendkívüli vakmerőségével és személyes bátorságával. Mégsem emelkedett semmilyen vezetői rangra, míg nem végül kalóznak állt. Itt szükségeltetik egy kis magyarázat. Kérlek szépen, a privatérok olyan tengeri zsoldosok, akiket adott ország felbérelt, hogy a vele ellenséges ország hajóit fosztogassák. A kalóz, illetve a privatér közötti egyetlen különbség az, hogy a privatérok rendelkeztek egy dokumentummal, amit úgy neveztek szabadalomlevél. Itt egy példa. Mindenki tudtára adatik, hogy jogot és engedélyt adtunk Adam és William részére, hogy háborgassák ellenségeinket földön és vizen, és ezért ők átadják nekünk minden megszerzett zsákmányuk fele részét. Amennyiben például Britannia háborúban volt Spanyolországgal, és felbérelt egy privatért, az azt jelentette, hogy a háború időtartalma alatt, tehát csak és kizárólag addig, amíg háborúban állnak, a spanyol hajókat hivatalosan fosztogathatja. A szabadalomlevelet minden nemzet elismerte, tehát azokat a tengerészeket, akik rendelkeztek ezzel, nem lehetett kalózkodással vádolni. Természetesen, ha a Spanyolország ellen felbérelt privatér megtámadott egy francia hajót, attól a pillanattól fogva kalóz. Meglepő, de a becsületes zsoldos és az egész emberiség ellensége közötti különbség pusztán ennyi. Miután úgy döntött, hogy kalóznak el, Edward Teach csatlakozott egy 1640 környékén alakult társasághoz, amit úgy hívtak partvidéki testvériség. A testvériség főhadiszállása Tortuga. Az ottani tevékenységéről gyakorlatilag semmilyen hiteles dokumentáció nincs, azonban ezt követően valamilyen okból kifolyólag tovább lépett, és a következő megállója New Providence, azon belül is Nassau. Nassauban megtalálta a két lábon járó szerencséjét, ugyanis találkozott egy úriemberrel, akit úgy hívtak Benjamin Hornigold. Fiatal és elszánt újoncként, Teach megmutatta Hornigold kalózhajóján, hogy nem csak mesterlövész szeme van, de kifejezett érzékkel rendelkezik a mocskos közelharchoz, és olyan vérszomj fűti, mellyel kora egyetlen kalóza sem betekedhetett. Hornigold is hamarosan felismerte ezt, és szárnyai alá vette a fiatalembert. Fekete Szakáll születése még várat magára, azonban Hornigold parancsnoksága alatt nagyjából 1715-ben elfogtak egy szlúpot.
Semmi különleges, egy random hajó. Azonban Edward számára ez sokkal több volt ennél. Ugyanis ennek az újonnan elfogott hajónak ő lett a kapitánya. Az elkövetkező durván 2 évben Hornigold és Teach válvetve fosztogatnak, majd a mester úgy döntött, hogy a bűnöző életének vége. Visszament New Providence-re, elfogadta a királyi pardont, vásárolt magának egy ültetvényt, és az életének hátralévő részét rabszolgatartással töltötte. Hogyha esetleg kétségeid lennének, a rabszolgatartás az egy teljesen civilizált foglalkozás, ugyanis a kalózkodással ellentétben pénzeli a koronát. Azonban még mielőtt ez megtörtént volna, elfogtak egy francia rabszolgaszállító hajót, aminek az eredeti neve Concorde. A Concorde újdonsült kapitánya úgy szintén Teach lett, az igényeinek megfelelően felszerelte 40 ágyúval, felfogadott rá 300 főnyi legénységet, adott neki egy új nevet, Anna királynő bosszúja, és miután mindezzel készen volt, elkezdte a saját történetét. Az ő hírneve nem volt mindennapos, ugyanis általában az történt, hogy adott kalóz meghalt, majd az emberek elkezdtek pletykálni, hogy szerintük mi történt, amikor még életben volt. Fekete szakáll legendája az vele együtt növekedett. Valamit nagyon jól csinált, ugyanis Hornigold távozását követően a második hajó, amivel szembeszállt, konkrétan azért volt odaküldve, hogy levadássza őt. Ez a hajó a Scarborough. A brit hajót legyőzték, azonban mivel a csata mindkét oldalon meglehetősen véres volt, Teach úgy döntött, hogy futni hagyja. És itt a probléma, ha valaki legendás kalóz akar lenni, az nem csinálhat ilyet. A híres kalózok 2 okból lettek azzá. Az első. Az általuk alkalmazott kínzások közé tartozott, hogy az áldozat végtagjait kötelekkel szétfeszítették, miközben botokkal vagy más eszközökkel ütlegelték őket. Másoknak az ujjai közé égő kanócokat dugtak, és élve megégették őket. Volt, akinek vékony kötelet vagy gyújtózsinort tekertek a feje köré, és addig csavarták, amíg a szeme ki nem ugrott a helyéből. Magyarán híres lehetett azonokból kifolyólag, mert hogy elképesztően kegyetlen volt. Maradjunk annyiban, hogy az átlag kalózok mindegyikében volt egy kiskanál szadizmus, vagy ha nem volt, akkor időközben kialakult, de a hírnevüket puszta kegyetlenségre építeni messze nem volt a legjobb döntés. A korabeli pszichológiai hadviseléshez nem volt szükség a tényleges tett. Bőven elég volt az is, hogy adott kalóznak annyira rettenetes volt a hírneve, hogy az ellenséges hajók egyszerűen nem kívántak szembeszállni vele. Szakállát, amely fekete volt, egészen szokatlan hosszúságúra hagyta nőni, hogy a pereme is majdnem a szeméig felért. Szokásává lett, hogy szalagokkal varkocsokba kösse, és a füle mögé tűrve hordja. Félelmetes üstökösként úszott utána, és jobban megfélemlítette Amerikát, mint bármely más baljóslatú üstökös, amely az égen megjelent. Vállán átvetett pisztolytáskákba téve 2-3 pisztolyt hordott, és a kalapja alá meggyújtott kanócokat tűzött, melyek arca mindkét oldalán lelógtak. Természeténél fogva tüzes és vad szeme ezzel az öltözékkel olyan megjelenést kölcsönzött neki, hogy a képzelet sem tudott volna ennél vadabb és ijesztőbb pokoli teremtményt festeni. Fekete szakáll emberként indult, azonban néhány hónap leforgása alatt már úgy beszéltek róla, hogy ő maga a megtestesült sátán. Nagyon lényeges, hogy a megtestesült sátán általában nem volt sem ostoba, sem pedig szükségtelenül kegyetlen. Amennyiben egy ellenséges hajó megadta magát, mindaddig, amíg a legénység pontosan azt tette, amit mondott, nem esett bántódásuk. Amennyiben ellenálltak, az már egy másik történet. Meg kell érteni azt is, hogy a hírnevének ára volt. Ugyanis, amennyiben valakiről azt mondják, hogy ő a megtestesült sátán, azt néha napján bizonyítani is kellett. Van egy többé-kevésbé hiteles legenda, aminek értelmében egyik este fekete szakáll az egyik embere, illetve egy harmadik vendég vacsoráztak. Vacsora közben Teach úgy döntött, hogy előhúz 2 pisztolyt. Ennek hatására a harmadik vendég azon nyomban elhagyta a kabint, azonban a saját embere, bizonyos Israel Hands folytatta a vacsorát. Fekete szakáll elfújta a gyertyákat, és mindkét pisztollyal tüzelt. A saját emberét egy életre megnyomorította, és az indok pusztán az volt, hogy ha nem leckésztetném meg néha-néha valamelyik őtöket, ti pokolfajzatok még elfelejtenétek, hogy én vagyok a kapitányotok.
Egyetlen embercsoport volt, ami imádta őt. A nők. Ezzel kapcsolatban semmilyen dokumentumértékű bizonyíték nincs, de a legenda azt mondja, hogy Fekete Szakálnak legalább 14 felesége volt, akik közül legalább 2 mindösszesen 16 éves volt. Eltekintve a házasság részétől, abban teljesen biztos lehetsz, hogy a nők ténylegesen imádták őt. A zsákmánnyal egy időben növekedett az ambíciója is, és Fekete Szakál rövidesen nem csak egy hajó, de egy egész flotta kapitánya volt. Mire kellett neki egy konkrét flotta? Na, ez egy nagyon jó kérdés, tippelni lehet. 1718 májusában történt, hogy egy brit városka bizonyos Charleston kikötőjét blokád alá vették. Fekete Szakál egy hét alatt 9 hajót kifosztott. A szokásos zsákmányon és túszokon kívül foglyul ejtett egy meglehetősen vagyonos úriembert, akit úgy hívtak Samuel Ragg. Fekete Szakál követeket küldött a kormányzóhoz, és felszólította, hogy amennyiben nem teljesítik a követeléseit, az összes túsz, köztük a vagyonos úriember, halottak lesznek. Ez pusztán azért lényeges, mert megtalálható benne a legendájának egy darabkája, a híres gyógyszeres láda. Abszolút nem biztos, de feltételezhető, hogy pusztán azért vettek blokád alá egy teljes várost, mert a legénysége beteg volt. A betegség jelenléte az nem kérdés, ugyanis a korabeli örömlányok olyanok voltak, mint manapság egy adótorony, tehát sugároztak mindent is. A kérdés továbbra is csak annyi, hogy ténylegesen ez volt-e a fő ok. Ez volt a legnagyobb szégyen, mely sújthatta őket. Ám hogy megmentsék sok ember, köztük Mr. Samuel Ragg életét, belenyugodtak az elkerülhetetlenbe, és a fedélzetre küldtek egy ládával gyógyszereket, 300 és 400 font közötti értékben. Majd a kalózok épségben visszatértek a hajóikra. Fekete Szakál küldetése teljes siker volt, és ezen a ponton valamilyen okból kifolyólag úgy gondolta, hogy itt az ideje visszavonulni. 1718. júniusában ő és a legénysége elfogadták a kegyelmet, és a dolog úgy állt, hogy a kalózok aranykorának vége. Természetesen soha nem akart visszavonulni, azonban szüksége volt egy kis időre, amíg a hajókat meg a legénységét rendbe szedi. A kalózokról általánosságban elmondható, hogy a tengeren kívántak meghalni. A kormányzónak benyújtott kérvénye értelmében Fekete Szakál ezúttal tisztességesen szeretne kereskedni. Ez a tisztességes kereskedés annyira jól sikerült, hogy 1718. augusztus 11-én elfogató parancsot adtak ki ellene. Mi volt ennek az oka? Nos, maradjunk annyiban, hogy az a történet, miszerint találtak egy hajót, amin rakomány rengeteg, de legénység nem volt, nem igazán tűnt hitelesnek. A kalózok hírneve egyszerre volt áldás és átok. Egy teljesen random kalóznak volt egy hatalmas előnye, ugyanis senki nem vette komolyan. Csakhogy a brit admiralitás tisztában volt azzal, hogy a megtestesült sátán elfogása nem lesz egyszerű. Kirendeltek ellene 2 csatahajót, illetve 2 sloopot, tehát a tisztességes kereskedővel szemben vízre bocsájtottak nagyjából 130 ágyút. A 4 brit hajó kapitányai közül nekünk csak az egyik fontos, őt úgy hívták, hogy Robert Maynard. Edward Teach utolsó csatája 1718. november 21-én az Ocracoke-öbölben kezdődött. A szerencse mellette volt, ugyanis a 2 csatahajó a vízszint miatt mozgásképtelenné vált. A britek számára ez véletlenül sem volt akadály, ugyanis Fekete Szakál legénysége ez időben már nem érte el a 20 főt. Úgy szintén november 21-én történt meg a legendájának második darabkája, miszerint az egyik embere megkérdezte őt. Elmondta-e a feleségeinek, hogy hová rejtette a kincseit? Nem, csak az ördög és én tudjuk hol van, és amelyikünk tovább él, az viszi az egészet. Fekete Szakál végső csatája magától értetődően elképesztően dramatikus kellett legyen, a korabeli újságok mindent elkövettek, hogy ez megtörténjen, tehát amikor ő és Robert Maynard egymás közelébe kerültek, a következőket mondták. Fekete Szakál a maga durva módján üdvözölte. Dögölj meg te gazember, ki az ördög vagy? Honnan kerültél ide? A hadnagy erre így válaszolt. Lobogónkról láthatja, hogy nem kalózok vagyunk. Fekete Szakál erre azt mondta, majd elfoglalja a hajót, és akkor meglátja, kik voltak ők. Mire Mr. Maynard így felelt. Nem nélkülözhetem a hajómat, de amint lehet, a magáénak a fedélzetére fogok lépni.
Erre fekete szakál elővett egy üveg pálinkát, a hadnagyra emelve megitta, majd közölte. Vessék kárhozatra a lelkem, ha kegyelmet adok, vagy kérek. Válaszul Mr. Maynard kijelentette, hogy nem várt kegyelmet, és ő sem kíván kegyelmezni senkinek. Maynard kapitány taktikája az volt, hogy a legénységét elrejti a fedél közben, túléli az ágyútüzet, és technikailag neki hajózik Teach-nek. A csel bevált, ugyanis Teach úgy gondolta, hogy az ágyútűzzel minden tengerészt megölt. Amikor a társaival együtt átmásztak a brit hajóra, realizálta, hogy az ördög viszi a kincseit. Robert Maynard beszámolója alapján a következőket tudjuk. Fekete szakált 5 alkalommal mellkason lőtték, mindemellett a teste különböző pontjain 20 alkalommal szenvedett karcsapást. Az új világ egyik leghíresebb kalóza 1718. november 22-én megközelítőleg 40 éves korában meghalt. A testét a vízbe dobták, azonban a fejét, mint egyfajta trófeát, Robert Maynard magával vitte. Így ért véget egy vakmerő és kegyetlen ember élete, aki a jó cél szolgálatában hősként hagyhatta volna el ezt a világot. Szerény véleményem szerint az a feltételezés, hogy Edward Teach-et értelmezhetnénk úgy is, mint hőst, nem helytálló. Az, amit manapság mondjuk a Karib-tenger kalózai filmekben vagy a fekete vitorlákban látsz, egy olyan figura, aki arra van kitalálva, hogy szerest. Azzal mindenképpen egyetértek, hogy a korabeli világban ők alkották a kisebbik gonoszt. De akármennyire is lenyűgöz, vagy akármennyire is szimpatikusnak tűnik, a kalóz soha nem lesz hős. Szóval, ez lett volna Edward Teach, avagy Fekete Szakál története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!